Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Far Cry 4 16. epizódja. Az előző részben haladtunk a sztorival nem is keveset, úgyhogy itt az ideje, hogy belevessünk magunkat a művészetekbe és a történelembe, úgyhogy keressünk meg egy tanka paintinget újra. Megelőzem a kóricálásnak a keresgélést, eljöttem az egyik, hát hogy is mondjam, bejárathoz, szentély bejárathoz? Hogy ezzel már ne kelljen bajlódnunk, és hát... Azt hiszem, meg is találtam a bejáratot. Na ez egy olyan ugrás, amit áú! Nem mernék soha büdös életben megcsinálni, ugyanis ki tudja, mi a jó ég van itt alul. Hát nekünk most csak néhány láda. Ott látszik, a hal meg nem szeret minket túlságosan. Az oxigén! Föl! Jesus! Hova tudnám kidobni a csákjámat, még mielőtt megeszik a fejemet? Sehova. Jó. Látszik, készült ránk a játék. Arra megyünk. Egyébként elég lenyűgöző helyen vannak ezek a bejáratok, mind-mind-mind ilyen festői szépségű tájon. Ami most persze innen lentről nem látszik, de az előbb láthattátok a vízesést meg a többit. És ha minden igaz, akkor itt van a bejárat valahol. Ó, nem! Itt egy napló volt. Oké. Akkor viszont... Hol a bejárat? Nézzük csak meg! Ó, víz alatt kell bemenni? Ó! Oké, akkor erre nem emlékeztem. Ja, gyerünk! Hát pedig elég egyértelmű lehetett volna, mindegy. Ó, itt van, tényleg. Oké. Úgy látszik, ezt ellepte a víz az idők folyamán. Még a tartógerendák látszanak. Nice! Hi! Kis fehér egér. Hogy kerültek ti idebe? Na jó. Hát akkor lássunk hozzá. Kalinág, jövünk. Ó, remek. Fölismeríthetitek a képen a Scorcher Démont, ugye, ami tüzet köp. Visszafelé eső víz. Vízesés. Nice. Jó, tehát a késünk itt már alapból megvan. Tehát a király egy egyszerű feladatot bízott rá, hogy találja meg Shangri-lát és térjen vissza, de a démonok a rákszaszák feltűnése után már a kíváncsiság vitte őt előre, nem pedig a parancs. Hát ez kurva jól néz ki. Szia, cica! Nyisd nekem az ajtót, please. Tehát a király sok felfedezőt küldött ide, de egyik se tért vissza. Hó. És megkapjuk a második Shangri-lábeli fegyverünket, a nyilat. És az íjat. Amivel meg lehet állítani az időt, illetve le lehet lassítani. De csak akkor, hogyha bezumolunk. És amíg látjátok ezeket a sárga pöttyöket. Az íjnak a... oldalán. Oké. Ezzel már több mint elegendő fegyvert adtam a kezembe ahhoz, hogy végig toljam a Shangri-La küldetéseket. Egyedül azt sajnálom, hogy az itt eltöltött időt, az itt kinyírt ellenfeleket nem adja XP-be meg a játék.
Oh. Jó. Most intézd el nekem, cicus. Készülött. No? A macska most lehet, hogy bajba lesz, és a halálába küldtem. Hú, mennyi démon, úristen! Hey. No! Ohohohoho! Dead dodge! Macsek? Ó, rendben vagyunk, oké. Okay. Hú, pedig sokan voltak. Arra nem megyünk. Viszont szeretnék körülnézni, ugye? Láthatjátok, hogy a legutóbbi küldetésben felszedett talizmánok, ugye az elhullott keresőktől. Jaj! Áó! Már nincsenek rajtunk, tehát megint csak három csíknyi életerőnk van. Ezért újra fel kell szedegetni őket. Ennek még a nevét is tudjuk, Kaishin. És hogy milyen remek képességei voltak az íjjal és a nyíllal. Kaishinnal együtt edzett Kalinák régen. Oké, na haladjunk. Merre megyünk? Arra. Láthatjátok, hogy nem csak nekünk van íjunk, úgyhogy most már kicsit nehezedik a dolog. Oh, into the face! De az időlassítás az rengeteget segít, tehát... Handicap az nálunk van még mindig. Nekik egyedül a számbeli fölényük lehet meg velünk szemben. Na gyerünk! Makik! Ó, oh, csoda, imazászlók. Wow. A játék részletessége lenyűgöző. Azt kell, hogy mondjam. Ó, oh, na és már jönnek is a teleporter kapuk. Hát a Shangri-Lai élményeim egyik megrontója. Az a sok teleport kapu. Erre vajon? Kíváncsi vagyok, hogy Makikon kívül van itt valami. Ó. Oh. Oh yes! Jól emlékeztem. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, shit. Jó. Ezért nagy jump lenne, az nekünk nem jó. Oda kéne följutnunk, ugye ott van a... imahanger, amit meg kéne pörgetni. Hallottam egy rakshasát, de nem látom. Oh, hello. Creepy, ahogy ezek a szobrok felénk fordulnak, bakker. Oh, rigat van mögöttünk, hol vagy? Oh, ott vagy. Oké. Okay. Visszaküldjük a cecát. Nem igazán szeretném futtatni szerencsétlen, mert... I don't know, I don't like. Nem szeretem csatába küldeni. Oké. Okay. Jön a macsek is, rendben van. Micsoda kis forrás, vagy nem is tudom mi ez itt. Az ott várjátok. Oké. Okay. Mire belassult az idő, már el is intéztem a lövést. Nice. Öt életerő csík is elegendő már, de... lehet akkor... Ó, oh. Köszönöm a többit is. Mellé? Shit. Ó, felhívtam magamra figyelmet. What? Azt talált! Oké. Okay. Menjünk át. Ó, oh, is itt van a henger. Na. Gyere. Pörülj. Ho.
Tök jó az a hang, amit kiad magából. Ó, oh, arra megyünk, oké. Okay. Nice. Ez a hely egyszerűen gyönyörű. Még ilyen állapotban is, hogy tönkretették a rákcsaszák. Oh. Kettő kell bele. Ó, oh, de Scorcher, pakker. Scorcher csak takedown-nal lehet lenyomni, úgyhogy nem is pazarolom rá a lövedéket. Hey! Basszus. Merre menjünk? Arrafele kéne. Oh, Jesus. Hát ez már a stiltnek nem a... nem az a formája, amit én szeretek. Oh, shit. Oh, wow. Elé. What? Ki azt talált, de nem halt bele. Oké. Okay. Talált. Fuck, a Scorcher-re mi az anyámat kezdjek? Na, gyerünk tica. Ugor rá. És most kell nyomulni. Au, au, au. Hey, cica. Wow. Föh. Oké, okay, ez meghal. Ouch! Bakker, utálom ezeket az animációkat. Jól lettek megcsinálva, de ez borzasztó. Wait, what? Arrafele van valami, amit el kéne mennem? Hát lehet, hogy arrafele van egy... szerzetes, de most nem igazán izgat a dolog. Hi. Lesznek majd ilyen állatszerű... azok azok. Ezekkel vigyázni kell, mert ha odaszalad hozzátok, akkor rohadt nagyot robban. Oh shit. Intézd el, macsek, idő van. Mintha hallanék kántálást, akkor lehet, hogy mégiscsak ide bent van a szerzetes? A Seeker. Valahol itt lesz, mert hallom a kántálást. Mászunk föl. Oh, wow, oh, hey, hi! Van csak elintézi. Nem mehetünk ki, itt van valahol a szerzetes. Egész biztos vagyok benne. Hm. Ti is hallottátok, nem? A hümmögést. Ó, oh, megvan. 3x3. Oké, okay, megvan az összes. Most már nem kell keresgélni, mehetünk. Akkor úgy látszik, minden pályán 3 van belőle. Nem szükségesek a pálya végigviteléhez, de ajánlottak az életerő miatt. Vagy van. Itt egy ajtó, és itt egy csúszka. Melyiken menjünk? Nézzük meg az ajtót. Jó. Ott a harang. Az a pálya végét jelzi, ugye. Reach the Bell of Enlightenment. A megvilágosodás harangja. Jó név. Tetszetős. Hup. Egy sát. Bírom ezt a hangot, amikor keresztül megy a nyíl a maszkjukon. Ilyen koppanó csattanás. Elég jellegzetes hangja van. Úgyhogy észreveszünk, hogyha headshotot adunk le. Na, mász. Mász, Kalinák, mász! Rózsafüzéreken vagy. Ó! Oh! Ó, oh! Oh, ez de szar volt. Mi ez a... miért nem látok semmit? Oh my god, észrevettek minket. Tereld el a figyelmüket, ceca! Ott a Scorcher! Megint beragadtam!
Gyerünk! Battle of Enlightenment! Gyerünk! Csapd le! Ugye ez megment minket így a végén. És itt már jön valami nagy, amit éppen hogy csak megúszunk. Ez egy big motherfucking varjú. Vagy valami ahhoz hasonló. Rohadt jól néz ki. A tollaknak meg a szárnyaknak az animációja egyszerűen... ötös. Na ez volt a második Shangri-La küldetés. Teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben és melyiket szeditek föl. A küldetések sorrendje nem változik. Tehát látjátok, hogy most megkaptuk a második darabját a Thankának. Ha egy másik barlangba mentem volna be egy másik Shangri-La-s küldetéshez, akkor is ez a Thanka lett volna. Tehát a sorrendet nem tudjátok fölborítani azzal, hogy más küldetést csináltok meg. Tehát ha most ezt csináltam volna meg ahelyett, akkor is ezt a Thanka képet kapjuk meg. És már csak ez van hátra ezen a területen a Shangri-La-s küldetésekből. Úgyhogy ezzel rendben is vagyunk. Van-e valami kisebb küldetésünk? Én úgy látom, hogy csak egy story missionünk van. Most Longinusnak sem látom egyik missionjét sem. Úgyhogy csináljunk akkor még egy storyt. Huntsman's skill has been unlocked. Ugye a kettő darab Shangri-La-s küldi után kinyílik ez, ami az íjászatot segíti. Absolute needed. És itt van a breath control kész. Mint mondtam, a tigrissel előbb leszünk kész, mint az elefánttal. Úgyhogy full tigerbe nyomjuk, az elefántot pedig majd szépen, fokozatosan összeszedegetjük. Na! Azt hiszem, hogy... felszerek még néhány piros és kék levelet. Úgy, azt hiszem ez is az. Blue leaf. Csak hogy mindig legyen a tarsolyba. És már mehetünk is. Na, hova menjünk először? Oh, by the way. Ugye emlékeztek rá, hogy felfejlesztettük egy kicsit a bunkit, a lakásunkat tulajdonképpen, és itt van a shield, illetve a armor. És még ha jól emlékszem, van valami, amit meg kéne vennünk. Ó, oh, de nincs rá elég keret. Na, majd legközelebb. Jó. Itt van a közelben egyből egy supply quest, szerintem ezzel folytatjuk. Ó, oh, pagan. The country is in the grips of a civil war, an apparently monstrous dictator has the country on its knees, yet some industrious fool has put it upon himself to wake up every morning and go around lighting hundreds and hundreds of candles. Oh, I'm tempted to employ someone to go around blowing them all out again. Actually, I have a better idea. Gary! Gary! Put it down, this is important. Listen, candles are now illegal. What? Yes, all of them. Treason punishable by death. Thank you. And thank you, RJ. Ez awesome. Ugye Pagan mi megkérdezte, hogy elég régóta fedezem már föl Kirát meg a környékét, áruljam már el, hogy ki a franc gyújtja meg minden egyes reggel azokat az átkozott gyertyákat. És tényleg, tehát ha haladtok a játékba, akkor több száz meg tízezer gyertyát láthattok jobbra-balra itt-ott meggyújtva. És Pagan kérdezte tőlünk, hogy ki a franc az, aki minden egyes áldott reggel van annyira elvetemült, hogy föl kell hajnalok hajnalán, és meggyújtja a gyertyákat. Ez egy rohadt jó kérdés egyébként, tényleg. Úgyhogy megoldotta a problémát, azonnal illegálissá és halállal büntetendővé tette a gyertyák meggyújtását egész Kirát területén. Hát igen, Pagan már csak ilyen. Na gyerünk! Pick up supplies. Ennek jobban tetszenek a színei, ez a jamaikás. Ugye, vágjátok a supply drop questet, felszedjük a két tatyót, lehagyjuk a két tatyót. És ennyi. Hát csak azért is érdemes ezt a küldetést is megcsinálni, mert a végén lesz egy csavar, aminek a poénját most nem lövöm le, de lesz benne egy kis érdekesség egyébként ezeknek a supply drop questeknek. Személy szerint annyira nem csípem őket, mert gyrokopter nélkül egy rémálom. Egyrészt, másrészt időre megy és én nem szeretek kapkodni. Oké, az első az mindjárt itt is van. Szerintem itt már lesznek Pagan emberei, úgyhogy előfordulhat, hogy egy kis ellenállásba ütközünk. Ó, lordi.
Wow. Láttak ám? Molotov kok, what the fuck? Hülye vagy? Ez bolond. Várj, ez hol a másik? Hol vagy? Hol ez az ember? A hülye állat, föl akart hajtani idei molotovot. Nézzétek! Oh. Shit. Oh. Ah, de utálom, amikor elteszi a... Ott egy maci. Szerintem vele kéne foglalkoznod velem. Helyettem, de mindegy. Háj, medve. Te ugye nem akarsz ide bejönni. Na, fordulj. Fordulj, Giro. Ah, shit. Fordulj már, Giro. Na jó, akkor leszállunk ideként. A maci véget nem akartam leszállni itt kint, de... Nincs jobb ötletem. Oké. Meg fejebb üzével elintézzük autókrossza. Hello. Hallom ám a püty-pütyöt. Ó, vagy. Itt vagy. Oké, egy táska. Még egy táska van hátra. Szuper. Az mi? De kajak mi az? Jól néz ki, jól el van dugva. Wait, what? Jó, hát ez a homestead, innen jöttünk, bakke. Ó, így néz ki kívülről a saját házon. Még ott is föl lehet mászni a sziklákon, wow. Zsír, azt az utat nem is ismertem egyébként. Pedig benne van jó néhány tucat órám ebben a játékban. Na nézzük, második hely. There is someone else. Ah, oh, yeah. Tudnak rólunk, hogy érkezünk. What? Ó, oh, ez egy barlang lesz. Oké, okay, akkor beköszönünk néhány gránáttal. És bejárathatjuk az autocrosst. Úgy látszik. Ott fut. Ott fut a szöcske. Jó lenne nem összezúzni az izét. Girokoptert, ezzel szeretnék tovább menni. Sikerült beleállnom? Igen, jó van. Hi. Evi. Az ott ide. Barátocskám, te nagyon szívós vagy. Akkor is ebben foglalkoztam megölni. Oké, okay, mély binát. Egy shot, bitch. Ennek nem tudsz ellenállni. És még ennél is lesz egy erősebb mesterlövész puskánk. Oh my god, alig várom. Nálad mi volt, testvér? Vintage puskánk. Noho! Ez egy family friendly kiadás. Ne áruljatok pornómagazint a zsebetekből. Na, nem tudom, mennyire lehet family friendly egy drogokkal foglalkozó játék, ahol mindenkit fejbe próbálunk lőni. Na mindegy. Ó, itt már jártam bent, oké. Okay. És itt van a motyó. És most run! Run forest! Csír, mi ostom elejöttem be. Kettő darab percünk van egészen pontosan arra, hogy ezt leszállítsuk. Kire lőttök? De nehogy kilőjétek a girokopteremet! Gyerünk! Balra húzz! Oké. Okay. Utánunk jöttek. What? Kifogytam? Hogy a francba? Hogy? Na, nem töltöttem fel a készletemet, mikor otthon voltam. Shit! Tudtam, valamit elfelejtettem, pedig általában mindig bemegyek a szekrényekhez. Tudjátok is. Na de jó. Én meg itt kattintatok, mint van birka. Azt mondja, hogy hol a bejárat. Így landolunk itt a sziklapárkányon. Meglepően egyszerű a girokoptert kezelni egyébként. Hi. Here's the packages. Thank you. We'll put these to good use. I can let Amita or Sabal know. No need, Ajay. They are running coded messages up the chain. I can't risk the message. És még Amitának meg Sabalnak se szólhatunk a küldetésről, úgyhogy itt már mindenkinek elég gyanús lehet a dolog. Még annak is, aki általában nem gyanakszik semmire. Úristen, de ki vagyok fogyva. Azt hiszem, föl kéne tankolnunk. Hol legyen a következő küldi?
Nem sok mellékküldetést látok már. Igazából itt volt még egy propaganda, amit meg is akarok csinálni, úgyhogy menjünk ide. Tankoljunk föl, majd vessünk végét ennek a propagandás cumónak. Once and for all. Ez kell. Hú, 138 000 csak lőszerre? Holy. Oké. Tele vagyunk. Jó. Izére lennék még kíváncsi, hogy az íjhoz van-e robbanó és gyújtó lőszerünk. Van? Nice. Oké. Dobunk egy szévet. Biztos, ami tuti. Bár az autószév engem ebben a játékban még sose hagyott cserben. De ez a tuti. A mi magunk mentünk. Na, propaganda küldi. Amúgy is rég volt már, és azt hiszem csak egyet csináltunk meg ebből. Megvan minden? Okay. Nagyszerű. A Far Cry 3-ban többféle szirincset használtam, de én azt vettem észre, hogy itt nem igazán van rá szükség. Legalábbis az én játék stílusomhoz nem. Hiszen ha észrevesznek, akkor általában előkapok valami nagy ágyút és megoldom a problémát. Oh, 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 hello! Oh, shit. No! Tűnés innen! Gyerünk. Itt egy csopi. Csopi? Fenéket, quad. Elvisszük ezt. Woo! Gyerünk, zúzzunk egy kis offroad bulit. Oh. Oh shit! Áha! Oké, okay, és még élünk. Ez érdekes volt, viszont nem tudom, merre kell menni. Ugye a szokásos küldetés, be kell mennünk a megadott célterületre is, meg kell semmisíteni a propagandaszótokat, posztereket, számítógépeket, stb. Stb. Jó, és itt is vagyunk. Próbálok valami hátsó bejártot keresni, ezt itt szépen lerakjuk. Nem túl halk a drágaság. Oké. Okay. Let's do this. Remélem, itt már nem fog minket cserbe hagyni a szirincs. Oh, itt van a hazafelé vezető. Járgány. Oké. Téged, barátocskám, itt vagyunk a bokorba. És már most lefektetek néhány csapdát. Ugye majd ez jól jön, mikor jön az erősítés számukra. Oké. Okay. Ő is el van kapva. El vagy te kapartva, fiam! Föntiekkel kéne kezdeni nekik nagyobb a rálátásuk az eseményekre. Ó, mékas már megint. Mékasokat nem is igazán használtam sose a játék folyamán. Nem az én stílusomhoz valók. Ne egyetek meg, méhecskék. Innen is be lehet menni? De beáll. Nice. Na hát ezt valahogy így is képzeltem. Szóval, amit még kifosztjuk. És akkor honnan jöhet az ellenfél? Ugye raktam egyet az útra. Rakok egyet ide. Aztán ide jön egy ilyen. Az már ott jó is. Föl kell robbantani ide bent a cumókat. Úgyhogy jön egy oda, jön egy ide, ezzel meg is van az összes C4-es lehelyezésünk. Egyet ide, nem is tudom még hova mehetne. Ezt majd itt fölrobbantjuk, ezzel kezdjük a partit, meg ezt is itt fölrobbantjuk. Jó, hát akkor menjen még egy oda a lépcsőre, egy ide a lépcsőre. Hát ugye a NPC-k szeretik használni a lépcsőket, tehát azért aknázom alá ezeket. Jó. Nagyszerű. Azt mondja, téged is fölrobbantunk szépen.
Na őt is. Őt is. Egyszerű. Épp már robbannak is az aknáink, remek. Ott viszont még valami megmaradt. Úgyhogy megkínáljuk ezt a épületet egy molotovval. Úgyhogy. Ó, az maradt meg, oké. A számítógép. What? Még mindig? Ó, egy darab gép. Ne idegesíts. Oké, most már jó lesz. Eliminate everyone. Ó, nem is lehet meglépni, mindenkit ki kell nyírni. Ez egy vicces dolog. Na jó. Itt az idő egy kis sniper actionhöz. Úgyis rég volt már. De hol vannak? Na gyertek! Na, mi van? Srácok! Ahó! Itt a nagy gonosz AJ tönkreteszi Pagan mindnek a cuccait. Hol vagytok ti? Van valaki? Oh, heavy. Headshot, bitch! Átlakán. Ó, nagy hibát követtél, amikor kidugtad a buksit, barátom. Az ott megmaradt. Shit. Na, nem tudok odáig eldobni szerintem. Nem a fenét! Mi van ma velem? Tudok lőni, tudok dobni. Lehet, hogy álmodom mi? Lehet, esetleg, maybe. Spider-Man. Oké, okay. Erős túlzás volt az, hogy tudok dobni. Oh shit. ott van. Az aknáim nem működtek túl jól. Vagyis inkább úgy mondom, hogy nem jó helyre tettem őket. Habár, most lehet, hogy pont jó lesz. Hi. Swagbag. Oké, okay, ez kész. Meglepően jól ment. Én azt mondom. Nem is igazán láttak meg. Hát jó, ez a propaganda tudsz, készen van. És még csak alig telt el néhány perc. Nice, akkor csináljunk egy főküldetést, én a mondó vagyok. Hova visz minket az utunk? Oh shit, ez jó messze van. Oh, és van egy bomb defusing questünk is. Nem tudom melyiket. Legyen most egy főküldetés, aztán majd... Oh my god, ez messze van. Let's go! Aztán úgy közben, hogy felszedünk valami járgányt. Oké, ezek most megláttak. Oh shit, ezt a vizet nem tudjuk keresztül repülni. Úgyhogy... Kéne valami járgány. Szükségem van a járművedre és a napszemcsidre. Karma event, help the rebels fight. Olvasni azt nem tudok. Úgy látszik nekem mindig csak az egyik fele működik az agyamnak. Vagy olvasni nem tudok, vagy lőni. You've been instrumental in stopping Bacon's lies from spreading. All of Kirat should follow your example. Oké. Mindenki boldog, ügyesek voltunk. Fuck. Gyorsutazás lehetőség esetleg? Elég messze vannak. Ez van a legközelebb. Jó, hát akkor menjünk onnan. Valószínűleg lesz járművünk is, úgyhogy... Miért is ne? És ha már itt vagyunk, akkor... Hey, repülj rá. Kapunk egy újabb küldetést. Ouch! I noticed the work that you're doing. You're doing a lot of running around, definitely a lot of sweating. You're probably wearing the same pair of underwear for 12 to 36 hours at a time, given the type of work you're doing. You've got to have some bad chafing going on right now, Yar. I'm serious. I mean, the itchy asshole symptoms you must have shit. Must be crazy. And having a clean asshole when you're defeating evil is very important. Am I doing that? Rebüreira na éppen a higiénik, a személyi higiéniánk miatt aggódik.
food that you eat to the type of loader you use to clean your butt, because it's all really necessary. Okay, just ignore me. Good luck with the propaganda center. Ez a csávó félig bolond már. Na mindegy. A lényeg az, hogy jó úton haladunk. Elméletileg. Ó, nem, letértem az útról. Why? Never mind. Szerintem innen is ugyanúgy el tudjuk érni a kívánt helyet. Sőt. Most vagyok jó helyen. De miért a másik utat mutatja? Oh, because it's locked. Aha. Oké, okay, akkor egy kis mászás következik. Hoja! Amúgy kaptunk tőle egy másik propaganda küldetést, tehát ezeket úgy kapjuk, hogy ahogy kiklírelünk egyet, úgy kapjuk a másikat. Na hé, ez már fel. Ugye ez volt a régi teagyár, amit leromboltunk. Ugye a poppy fieldeket fölgyújtottuk. Miért mondok poppit, mikor tudom, hogy az mák? Mindegy. Hey, oh, hi. Amita. Are you okay? Do you think this is easy? Oh, most jön egy kis lelkizés, hogy milyen nehéz az első női harcosnak lenni a Golden Path-ban. Yeah, Istenem. I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, Ajay, tell me. Am I the right person for this? Nem hiszem, Amita, hogy te vagy a legfelelő személy ehhez. Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just missing the point? Igen, lényegében véve igen. No, indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? Yeah. The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's de miért akarsz droggal kereskedni, nőszemély? Miért? I say yes, he says no. Jó, oké, okay, hogy felvirágoztatni Kiratot, rendben van, de nem ezzel kéne. Igen, Amita azt rá is kérdezett, hogy nem látja ő a lényeget. Igen, nem látja a lényeget, tehát ő... Nem megújítani akarja Kiratot. Pégen is meg akarta újítani Kiratot, csak ő a saját módszereivel. Amita ugyanezt akarja csinálni, megint csak a saját módszereivel. Sabal akarja visszaállítani olyannak, amilyen volt. És az emberek olyannak akarják, amilyen volt. Úgyhogy, já, Sabal. Hi. Sabal. Amita told me about the brick factory. And I bet she cried on your shoulder. Did she give you that sob story about being the first woman in the Golden Path? Yes, exactly. She's tried that with me. But she didn't fool you, did she, brother? Nope. This heroin is poison. Így van. Pure and simple. A heroin, méreg. Become Noah's men. Ennyi. And bring down the factory. End of story. Ennyi. Okay. Teljesen mindegy, hogy ki használja, de akkor is méreg. És mi jó fiúk vagyunk, és a méreget kicsináljuk a világból. Úgyhogy, já, zúzzunk. Mi ez? What is that? Ó, oh, jó, robbanóanyag, oké, okay, oké. Okay. És oda megyünk, ha minden igaz. Hát akkor használjunk glidert, olyan sokat nem szoktam, úgyhogy most itt az idő. Egyébként az a vicc, hogyha ebből kidroppoltok, még mindig használhatjátok a... Oké, okay, akkor nem használjuk a glider. What the fuck? Ez mi volt? What the fuck? Szóval a lényeg az, hogy ha kiugrotok egy gliderbe, még mindig használhatjátok a denevér ruhát, a szárnyas ruhát, és utána kell csak egy törnyőre váltani. What the fuck? Oh my god, this is hilarious. Oh, oh jaj. Ez nem lesz elegendő. Jó, akkor innen elkötünk egy motorcsónakot. Már ha van itt. Jézus, ez vicces volt. Fölpattant a levegőbe és elszállt. De nem tudom mitől. Egyébként tökre bírom az ilyen kis szigetekre fölhúzott, kis különálló szigetekre fölhúzott szentélyeket, vagy nem is tudom mi ez itt.
Nem angolul van. Pontosabban nem latin betűkkel van, inkább maradjunk ennyibe. Na, a szentély, szentély ez. Imahengerekkel, kis oltárral, ez gondolom királynak a... az istennőnek a szentélye. Egy magas pontot keresve, hoppi! Na jó, hát ez nem jött össze. Valószínűleg a gliderrel egy kicsit könnyebb lett volna, de mindegy. Átjutottunk, ez a lényeg. Most komolyan egy térdig érő vízbe úszol AJ. Állj már föl, köszönöm szépen. Nincs már messze, 275 méter. Egyébként a küldetés maga az, hogy el kell mennünk egy téglagyárba. És el kell pusztítanunk az ott felhúzott drogtanyát. Igazából oda költöztette át Pagan a cuccait innen, a te a gyárból, úgyhogy... Aha! Aha! No! Fuck you, Reno! Oh, God! Hát ez miért fordult rám ennyire? Én lopakodva elmentem mellette. Jeez! Nem hagynak ma élni. Tehát az átköltöztetett drogcuccokat kell megsemmisítenünk ott. No, oké. Okay. Nem így akartam, de sikerült lecsúszni. What is that? Ez csak egy kis ház. Wait, what? Valamit elfelejtettem? Ó, innen megyek tovább. Oké. Okay. Hol? Milyen robbanóanyagod van? Hol? Be vagy te rúgó ember? Hagyj menjek megküldizni. Hí, 65 méter. Megpróbálok fentről bejutni ide is. Hiszen aki a fenti hely, azé az előny általában. Jaj, bocsánat. Még egy rebellel kell beszélni. Hey. Are you the Havildar? Havidar, sergeant, either one. It's an all. Jó, a sergeant. Huh? You see the smokestack? Cut the cable support and bring it down. Okay. Should create a nice hole to get inside the facility. Cut how? Okay, le kell rombolnunk a kéményt, amihez tartozik néhány tartó drót. Ó, kutyus. Azokat kéne fölrobbantanom elméletileg. Van itt még néhány emberke. 5 kábel van, amit le kell robbantani. Oké, okay. Ó, itt egy elefánt. Őt használhatjuk arra, hogy eltereljük a figyelmét az embereknek. Ups. Kell az erősítés. Ó, még 2 van alarmból. Ha. Huh. Shit. Nem szaladgálunk, barátocskám. Hoppá. Valakinek feltűnt, hogy mi itt vagyunk. Oké. Okay. Sniper action. Egyre inkább tetszik ez a dolog. Tolunk egy szirincset. Meglátjuk, hogy van-e valaki a közelünkben. Hó, de még mennyien. Az elefántot beizzítjuk. Hát, kutyust kéne még elintézni. Ott is egy elefánt, azt is beizítjuk. Bocsi, csak egy csípést fogsz érezni a hátsó fertájon. Ó, hogy kerül oda föntre egy kocsi? Oh. Wow, morzsár! Holy moly! Oké, megérkezik az erősítés. Never mind. Jézus, még mindig mozsára lőnek rá. De ki? Ő ott? Ha? Kell kerülni még jobban a dolgokat. Még mindig nem látok rá. Na majd most. Mozsár elintézve. Azt kilőttem? Ha, ja. Kilőtte a saját kábelét az a hülye állat. Na mindegy. Itt van a másik tartó.
megy. Na, gyere. Ezt a hangot nagyon bírom. Újabb kábel mínusz. Szeretem ezeket az összetett küldetéseket. Rendkívül múrisak és jól fel vannak építve. És logikusak. Tehát bezúzatjuk a kéményt, azt gondolom össze fogja törni a factory-t, és így be tudunk majd jutni. Nice. Itt van még egy izé. Alarm. Ha esetleg még valaki betámadna ide. Valaki megint a mozsárhoz állt. Ez már nem számít, miénk a... Miénk a győzelem! Uff. Chimney's down. Ó, most kell fölrobbantani. Oké, azt hittem már le is omlik. Ne, annyira rossz állapotban, hogy nincs. Hol menjünk föl? Mondjuk ez a létrehez pont megfelelő. Oké. Okay. Ide pedig egész egyszerűen... C4? I think. Smash it down! És itt már be is tudunk menni. Nice. Spoop. Holy. Egy segítséget kérünk a mindenható szirincstől. Hát észrevettek, de nem számít. Ó, kapás lövés. Ó, erre nem is lehet menni. Ne kergetőzzünk már, gyerekek. Három bombát kellett tennünk. Nope. Nem láttál te semmit sem. Hol a másiknak a helye? Egyébként több, mint valószínű, hogy ez a, az epizód is copyrightos lesz. Ugyanis itt lesz majd egy jó kis ide illő zene, muzsika. Azt hiszem itt a második hely. Yeah. És most létszelnünk kell. Whoops! Ó, nem, az az amitás verziója volt. Oké, okay, akkor nem lesz. Nice! Sabal, the brick factory is toast. That's great news, brother. We were being poisoned, but you fulfilled Kira's vision for her people. We have a shot at being pure again and one with the land. The old ways are coming home thanks to you, son of Mohan. Na, hát ezzel is megvagyunk. És gyorsabban ment, mint vártam. Ugye láthatjátok, hogy az előbb megmutattam, hogy kaptunk egy W-s küldetést, ami nem jelent más, mint Willis Huntley, azaz a titkos ügynök itt is felbukkan, ugye, aki a... Oh. Ezt inkább közhetjük, még mielőtt belesétálsz, barátom. Nézzük, mit van számomra. Úgyhogy itt is találkozni fogunk Willis-szel, aki majd elárul nekünk egyet s mást az apánkról és az anyánkról. Úgyhogy, ja, mindenféleképpen érdemes lesz követni majd a következő epizódot is. Ugyanis föltárul majd egy-két dolog a múltunkról és a Golden Path múltjáról is. De ez majd csak a következő részbe fér bele, ugyanis ennyi fér bele a mai epizódba, srácok, remélem, hogy élveztétek, nekem bejött ez a kis ilyen-olyan küldetéses mászkálás, dobjatok egy lájkot, ha úgy érztek, hogy megérdemlem, a következő részig pedig kitartást kívánok nektek, sziasztok!